Sziasztok! Hoztam nektek az áprilisi jóslatot a számmisztika szerint. A születésnap számát kell figyelembe venni, ha például 13-án születtél, egy meg három az négy, akkor a négyes vonatkozik rád. Belinkeltem a számítást, a videó alatt megnézheted. Köszönöm szépen a sok pozitív hozzászólást. Hogyha támogatni szeretnéd a munkámat, a köszönet gombbal megteheted. Ha még nem iratkoztál fel, akkor a feliratkozás gombbal, azt is megteheted, és akkor az új videóimról értesülhetsz. No nézzük, kezdjük az egyesekkel. Mi várható áprilisban, milyen energiák jönnek, milyen fordulatok lesznek. Sokatoknál van a szerelemben, a párkapcsolatban változás. Ha eljött az idő, akkor döntések lesznek, ami számodra pozitív. Tehát szerelemben, párkapcsolatban sokatoknál van elengedés, lezárás. Ha a toxikus kapcsolatban vagy, vagy idáig nem tudtál dönteni, bármilyen függőség áll fenn, akkor most április közepe vége felé valamilyen elhatározásra jutsz, hiszen egyre határozottabb vagy, ott vannak a pozitív energiák, kiléphetsz egy párkapcsolatból, lezárhatod, vagy megújíthatod. <kül> Anyagi tekintetben is lehet egyébként pozitív változás, ha sok volt a kiadás nálad vagy a gyermekeknél, a családban, akkor az az energia is beindul, bátra lehet munkát keresni, hiszen hivatalossá tétel, jogügyek is benne vannak. Hónap elején ott van az elengedés, lezárás, akár egy új életet is kezdhetsz. Így van, családban nem látok egyébként problémát stabil anyagiakat, szerencsét látok anyukánál, apukánál. Így van. Ismerkedése jó ez az időszak egyébként, tehát hónap végére kommunikatív időszak van, olyan emberek léphetnek az életedbe, akik előbbre visznek téged. Így van, akikkel tervezhetsz és vágyaidat meg tudod valósítani. No, nézzük a pozitív megerősítést a kártyámból. Időt adok magamnak, bármi megtörténhet. Nézzük, hogy a kettesek mire számíthatnak áprilisban, milyen energiák jönnek, milyen fordulatok lesznek. Április elején olyan, mintha mindenben támogatva lennél, tiszta gondolatok, pozitív energiák, és nagyon ott van a spiritualitás, ha valamit meg szeretnél teremteni magadnak, kezd el a bevonzást, hiszen ö, akár embereket, párkapcsolatot be tudsz vonzani, és le is tehetsz olyan negatív energiákat, ami már ö, ugye téged nem épít. Sokatoknál van munkahelyen, vagy ö, a kapcsolati rendszerben olyan ember, aki negatív, ki kell kerülni, ezeket az embereket, ne húzzák feleslegesen az energiádat, most inkább hölgyeket látok, vagy akár barátnők is lehetnek, szépen elhatároló, ne a félelmeit, a negatív energiákat, hiszen te most pozitív vagy, és bármit meg tudsz valósítani, akár a szerenemben, anyagi téren is, pozitív változások és új energiák. Tehát áprilisban bármi megtörténhet, hiszen támogatva van minden neked, úgy látom, így van, hogyha párkapcsolatot keresel, ott van a hozzád illő. Hirtelen fordulattal beléphet bárki az életedbe. Na no, nézzük, hogy a pozitív megerősítés kártyám mit mutat, mi az üzenet. A gondolataimat én irányítom, csak a pozitív dolgokra fókuszálok. nézzük, hogy a hármasok mire számíthatnak áprilisban, milyen energiák lesznek, milyen fordulatok. Csupa pozitív lapok április elején, anyagi tekintetben pozitív változások, hogyha a házzal kapcsolatos dolgot, költözés, bármit terveztél nálad, vagy akár a gyerekeknél is, több lehetőség közül választhatsz, és a legjobbat ki tudod választani. Tehát most lesz megoldás mindenre anyagi tekintetben is, olyan, mintha több forrásból jönne a pénz, tehát valamit kitalálnál, tehát munka tekintetében is valami megindulhat, hogyha negatív energiák voltak, ez az időszak lezárul, tehát érdemes most ö, munkavállalkozás tekintetében valamit elindítani, hiszen hónap végére ott vannak a pozitív energiák. Az emberi kapcsolatokban nem látok problémát, esetleg párkapcsolati tekintetben lehetnek olyan emberek, akik nem megfelelőek, akik jönnek hozzád, de úgyis ki tudod szűrni a hamisságot. Tehát, hogyha párt keresel, lesz rengeteg választék, tehát valami beindul, van, aki hamiskodik, ne higgyel neki semmit, de van, aki normális, így van, tehát párkapcsolati tekintetben is lehet változás. Ne enged, hogy húzzák az energiádat, azokat az embereket távolítsd el magad körül, akik negatívan hatnak rád, hiszen hónap elején olyan pozitív energiák lesznek, ezt kell megtartani. Na no, nézzük, mi a pozitív megerősítés a kártyámból. Tudom, érzem, hogy értékes vagyok. So, Nézzük, hogy a négyeseknek milyen energiák jönnek áprilisban, Mire lehet számítani, milyen fordulópontok lesznek. Valami nagyon bepörök hú, aki gyereket szeretne, és régóta úgy látom, régóta van leszületendő gyerek, és nagyon-nagyon gátolva volt. Most lehet próbálkozni, hiszen biztos a siker. Sokatoknál van ugye úgy, hogy gátolva volt, vagy elment a baba. Most pozitív fordulatok várhatóak, hiszen az akadályok el fognak hárulni. Ez a te döntésed, tehetsz is magadért, akár energiatisztítással, bármivel. Tehát ez az időszak lezárul, és pozitív energiák jönnek, lehet tervezni. Tehát leszületendő gyerek nálad, a családban, maximálisan támogatva van pozitívan. Tehát amit most kiadja, az bármin is gondolkodsz, a szerencsével megvalósítható. Így van, nem látok problémát, tehát ott van a szeretet, nálad, anyukánál, testvéreknél pozitív energia beindul, a veszteségek, ha voltak, vagy viták, kiegyenlítődnek. Így van olyan, mintha a hónap végére új energiák jönnének, lehet valamit kitalálsz, kreatív energiák vannak, vagy valamit meg akarsz valósítani, hidd el, hogy meg tudod valósítani, hiszen valami beindul, a félelmeidet le kell rakni, ha nem látsz tisztán dolgokat, akkor is nyugodtan el lehet indítani a dolgot, lehet, hogy hosszabb idő a megvalósulás, de mert közben mindenki tisztul, akár munka, párkapcsolat, vagy bármi, ami most nehéznek tűnik, el kell ezt indítani, jó időszak erre, No, nézzük, hogy mi a pozitív megerősítés. Húzok a kártyámból. Testem, lelkem, szellemem ép és egészséges. No, nézzük, hogy az ötösöknek mit hoz ez a hónap, milyen energiák lesznek. Az emberi kapcsolatokra kell vigyázni. A munkahelyen, családban kerülni kell a konfrontációt. <köhem> Ott van a szeretet, de lehetnek megakadások. Az első megézése hallgas mindig olyan, mintha emberek gátolnának téged. Lehet a családban, vagy épp munkahelyen voltak konfliktusok, de hó végére már minden ö, kiegyenlítődik, minden energia. Ö, sokatoknál van háza kapcsolatos dolog, most építkezés látok, vagy felújítást. Ö, arra is meg lesz a megoldás, tehát ott vannak az emberek, családi támogatás ö, hónap végére, és ott vannak a döntések, bizony. Bármin is gondolkodsz, akár hivatalos ügy, akár egy kapcsolat, el fog indulni hónap végére, tehát lesz minden, mindenre megoldás. Költözés is lehet egyébként, vállalkozás, hivatalos, hogy sokatoknál van esküvő, eljegyzés, amire vártál, most meg fog történni. Így van, tehát pozitív energiák. Na no, nézzük a pozitív megerősítést. Belső világon, békés és nyugodt. Na, nézzük, hogy a hatosoknak. Milyen energiák jönnek ebben a hónapban, milyen változások lesznek. Úgy látom, hogy anyagi tekintetben radikális változás, valami megfordul, sorsforduló, és döntések lehet, hogy munkából kifolyólag. Így van, tehát anyagi tekintetben valami megoldódik. Házzal kapcsolatos dolgok, munka, hivatalos ügy, bármi, ami idáig gátolva volt, most megindulhat. Tehát ott van a döntés, és ö, a hosszú távú dolgok megvalósítása. Az is lehet, hogy valamit terveztél, akár egy költözés, házfelújítás, bármi, és most meg tudod valósítani az akadályok hónap közepe felé. Elhárulnak, ö, ott vannak a döntések családi tekintetben vigyázni kell, a szülőkre negatív, nehezebb energiák lehetnek, kisebb betegségek, de úgy látom, hogy az is megoldódik. Hónap végére tele leszel energiával, le tudod küzdeni az akadályokat, és ott áll a szerencse melletted. Sokatoknál van kreatív tevékenység, valami ötlet, valami művészeti hajlam. Nálad a családban, a gyerekeknél tehát érdemes felkölteni a kis lelkedet is. Betegség szempontjából a csontokra, az ízületekre kell vigyázni, és a fejben lévő dolgokra, de az meg lesz, hiszen a negatív gondolatokat el tudod engedni. Nézzük meg, hogy mit mutat a kártyám, milyen pozitív megerősítést kapunk pozitív gondolataim által jólét költözik az életembe. Így igaz, harmóniában vannak a kártyák, be tudod vonzani, ami kell neked pozitívan. Na no, nézzük, hogy a heteseknek mit mutat a kártya, milyen energiák jönnek, milyen változások lesznek. hónap elején fordulópont, valamit lezársz az életedben, valamit elengedsz, ami számodra nagyon pozitív jövőképet vetít elő, gyorsan beindulnak a dolgok, a félelem a hátad mögé került, bármi is az, akár egy párkapcsolat lezárása, egy új munka, a stabilitásodat megtalálod, tehát szerencsével. Döntések várnak rád családban, pozitív kommunikáció, a félelmek ellenére valami letisztul. Amit szeretnél, most a hónap végén el tudod indítani, mi az, amit szeretnél, döntsd el. Külföldhöz kapcsolódó dolgok, utazás, helyváltoztatás, költözés, bármi, meg lesz rá az anyagi. Így van a párodnál is, hogyha van párod, akkor anyagi pozitív változás. Ha nincs párod, akkor lesz lehetőség, hiszen úgy látom, hogy rengeteg kommunikáció, kapcsolódás, valami beindul, fel leszel dobódva hónap végére, beindulnak a dolgok pozitívan. Na nézzük meg, hogy a pozitív megerősítés kártyán mit mutat erre a hónapra. Belső világon békés és nyugodt. Na nézzük, hogy a nyolcasoknak mit hoz ez a hónap, milyen energiák jönnek, mire lehet számítani. Új dolgok, szerencsével, új szerelem, valamit el tudsz engedni, könnyebben megy az elengedés, hogyha több partner van, hármas kapcsolat, valami kiderül, ami neked biztonságot ad. Tehát bármit el tudsz indítani, most ugye szerelem párkapcsolat terén sokatoknál van lezárás, Elengedés, ha ez megtörtént, akkor ott van a stabilitásod és tiszta gondolatok. Tehát ezt meg kell lépni mindenképpen, ha van olyan korlátozó, negatív, akár ember, ami a szeretetben megakadást okoz, akkor azt le kell zárni. Nem kell félni, mert jönnek új emberek az életedbe. Tehát ha párkapcsolatot keresel, akkor is érdemes egyébként. Amit eldöntesz, az úgy lesz, hiszen amit kigondoltál, el tudod indítani. Ha voltak korlátozó tényezők, hónap végére minden nagyon pozitív. Látom a spiritualitást, figyelj az üzenetekre, hiszen az angyalok, bárki a szellemi vezetőd ott van melletted, és folyamatosan mondja neked: figyelj az álmaidra, a jelekre, akár számok formájában, vagy tárgyak formájában egy pillangó, egy kismadár, vagy akár egy olyan angyali üzenet, ami hozzád most eljut, és tudod fogni a jeleket. Figyelj a szinkronicitása. Ez a kártya azt hiszem, hogy légy nyitott. Így van. Sokatoknál lehet egyébként ez az áldás, a gyermekszületés is. Most egy férfit látok leszületni, egy lélekcsalád, Nálad vagy a párodnál egy értékes ember, aki le akar születni. Támogatva van maximálisan, karmikus lélekcsaládot látok. Tehát gyermekszületéssel, fogantatással kapcsolatban is pozitív dolgok, új energiák. Nézzük, hogy mi mutat a pozitív megerősítés kártyám. Mi az üzenet? Szeretem és elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. Na nézzük, hogy a 9-eseknek mit hoz ez a hónap, milyen változások lesznek. Kicsit terhelt lesz a hónap eleje. Személyek által lesz terhelt. Lehet munkahelyen vagy kapcsolatban olyan dolgok, hamiskodások. Amiket ki tudsz védeni, nem kell belemenni. Látok most olyan női személyeket, akik vagy féltékenyek rád, vagy nem az igazat mondják, erre kell vigyázni. Ha vannak olyan emberi kapcsolatok, munkahely, család, bárki ismerős, aki negatív, de úgy sem tudnak ártani, hiszen hónap végére. Akár az anyagi stabilitás, akár a harmonikus kommunikáció megvalósítható, családban egyébként mellette állnak ott a szeretett így van. Hónap végére lehet egyébként egy sorsforduló, és olyan emberek, akiket szépen le tudsz zárni, hogy olyan kapcsolatban vagy, vagy a munkahelyen van olyan, most férfit látok, szépen le kell zárni, el kell határolódni, hogy a kis lelked megnyugodjon. Így van, egyre határozottabb, érettebb leszel, tele vágyakkal, hú, Gyermekszületés is támogatva van fogantatás, ha van, aki régóta vágyott rá, akkor az is megvalósítható maximálisan, hiszen látom a leszületendő gyermeket. <laughs> no nézzük, hogy mit mutat a pozitív megerősítés kártyám neked, mi az üzenet erre a hónapra. A mai nap egy új kezdet a megújulásra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem! Csodás április kívánok nektek, úgy, ahogy elterveztétek!